Dr. Seuss története alapján, de saját magukra formálva adták elő a Makói Teátrum tagjai a sokak által ismert Grinch című mesét. Az interaktív előadáson mi is kint jártunk, és most betekintést nyerhetünk mindebbe. Negyedik éve már annak, hogy az Amatőr Színtársulat újabb és újabb darabbal örvendezteti meg a színház kedvelőket. Már a megalakuláskor elhatározták, hogy a felnőttek mellett a gyermekeknek is szeretnének játszani. A Hókirálynő és a Boldog Herceg című előadásokat követően egy kedves előadással készültek. Milyen grincstelenek és mind szeretik az ünnepeket, a karácsony, a húsvétot, a gyereknapot! Mindenki szereti, igaz? Igen! Mind mosolyogtok ott, mind mosolyog, maga is mosolyog, meg csókolom, maga is mosolyog, meg te is mosolyogsz, nem mosolyogjál ott annyira? Minek örültök, mi? Az hiszitek, hogy mindig kaptok ajándékot, mi? Persze, igazatok van mégis, kaptok ajándékot, de én akkor is utálok a karácsony! A Grinch egy cinikus, zsémbes, zöld szörmok története, aki el akarja lopni a karácsonyt, ám végül egy kislány őszinte, ünnepi lelkesedése észhez és szívhez téríti. Vicces és szívmelengető történet a karácsony lényegéről és az optimizmus megtörhetetlen erejéről. Varga Norbert, a Mate művészeti vezetője stábunknak elmondta, céljuk volt az, hogy megmutassák a gyerekeknek a boldogság szívből jön, és nem az ajándékokon keresztül. Nagyjából a Grinch szerintem az összes ünnepet ilyen módon utálja, hiszen neki sokkal jobb lenne a nyugalom, és az, hogy nem ünnepelnének az emberek semmit, mert hogy az összes ilyen ünnep ellen van egy picit. Úgyhogy az ő feladata itt most az, hogy a gyerekeket megnevettesse, és az is, hogy egy komoly témára felhívja a figyelmet, hogy nem minden a ünnep köré fonódó általános, nem tudom, rohangálás a boltokban, szóval nem ezen múlik. Úgyhogy ezt szerettük volna hangulatában is megőrizni, ugyanazokkal a zenékkel, ugyanazokkal a dolgokkal, mint amit kitaláltunk rá, de mégis azért egy picit nagy színpadra kitalálni. Ugye amióta itt próbálunk, egy kicsit kinyílt a tér, úgyhogy többet fogunk mászkálni, meg hangosabbak leszünk, mint általában. Apukám miatt muszáj megkapni ezt a levelet, hogy tudja, hogy nagyon szeretjük, és attól, hogy nincs itthon karácsonykor, hiányzik nekünk, és hogyha eljön, akkor ismét ünnepelni fogunk vele. Szabó Aliza kezdetektől tagja a társulatnak, mindig is érdekelte a színjátszás. Elmondta, bár az életében elég visszahúzódó, amikor színpadra lép, egyáltalán nincs lámpaláza. A társulatnak köszönhetően nagyon sok barátra lelt. A fiatal azt is megosztotta velünk, hogy nagyon élvezte a Grinch próbáit, amiben főszerepet kapott. Én Zoét játszom, aki egy kislány. Nagyon aranyos, mindennek örül, és nagyon karácsonyittas. Kicsit távol áll tőlem ez a dolog, viszont úgy testesítem meg, hogy visszagondolok az én gyerekkoromra, amikor én is ilyen gondtalan kisgyerek voltam, és mindennek örültem, és mindennel elcsodálkoztam. Figyelj csak, add csak itt nekem ezt a levelet. Na, de Grinch bácsi! Na, figyelj csak, add csak itt azt a levelet, elviszem én a postás nénének. Hát pont most indultam oda, csak nem látszik. Amúgy is. Ilyen kicsikek is, picit alpakon sokkal nehezebb elvinni a Mikuláshoz azt a levelet, meg föladni a postás nénének, ráadásul. Ez ilyen Grinch talpakon sokkal könnyebb, de add csak ide, elviszem azt a levelet. De... Nincsen semmi, de adj ide levelet. Nem beszélj a kárulról. Na, figyeljtek. Amúgy is ez a helyzet egyik igazán megtehetett neked. Szóval menjél szépen haza anyukádhoz. Süssél, főzzél, illetve magad, te házzál, gondold hozzá, készülj a húsvét, na várj, hogy viszi, vagy akármicsoda. Jó, én meg elviszem ezt a levelet, jó? A karácsony az nem feltétlen az anyagi dolgokról szól, nem az ajándékokról, hanem arról, hogy szeressük egymást, és a családról, az összetartásról. Szerintem ez az üzenete. A Grinch-et csupán egy előadásra tervezték a teátrum tagjai, a művészeti vezető viszont elárulta, hogy a tavasz folyamán szeretnének visszatérni Páfi Zsófi, Búcsú terápia és Mark Dan, Öt nő az esőben című előadáshoz.